nagyobb lett a homokozó. Ugye ezt kérték itt a környékbeliek. Éppen az új rönkhomokozót mutatja Fonti Krisztina alpolgármester. Az itt élők és a játszótér használóinak igénye szerint a korábbi helyén egy nagyobb méretű homokozót alakítottak ki, ami egy árnyékoló napvitorlát is kapott. A játszótér felújítása 2021-ben kezdődött meg, a kialakítása pedig több ütemben valósult meg. Évekkel ezelőtt kezdtük el ennek a játszótérnek a felújítását, hiszen láthatjuk azt, hogy egy nagy területről van szó, ráadásul különböző szintek vannak, nagy szintkülönbség van, és ezért fontos volt az, hogy itt ezeket a teraszokat egymástól elkülönítve, külön-külön újítottuk föl, illetve fontos volt az, hogy ennek a teraszos kiképzésnek a megújítása is megtörténjen. 4 fázisban újítottuk meg, összesen több mint 100 millió forintból. Az első ütemben készült el ez a 3-tornyú mászóvár, amely alá a gyerekek védelme érdekében ütéscsillapító mulcs került. A 2 szintet összekötő rézsűre csúszdát helyeztek el, ami alá öntött gumiburkolat került. Az alsó térrészen a dupla hinta mellett egy fészekhinta, a játszótér bejáratánál pedig egy lengőhíd is várja mostantól a gyerekeket. A körzet önkormányzati képviselője szerint fontos szempont volt, hogy az itt élőket egy korszerű, balesetveszélyes és könnyen elérhető játszótér várja. Azt nagyon fontosnak érezzük, hogy a kismamák, a fiatal szülők a hozzájuk legközelebb eső játszóteret gyalogosan is elérhessék. Mert a kerületünkben számos nagyon szép játszótér van, de ez nagyon fontos, hogy itt a magasabb körzetekben is elérhessék a játszótereket az itt élők. A kerületben található játszóterek felújítása még 2014-ben kezdődött el. 10 év alatt szinte az összes önkormányzat által fenntartott játszótér megújult a hegyvidéken. Az elmúlt 5 évben 12 játszóteret újítottunk meg, illetve építettünk is új játszótereket. Ilyen az Eötvös József Parkban található játszótér, illetve a Lejtő úton található, legutóbb azt adtuk át. Fontos még az, hogy idén megújítjuk terveink szerint a Diana Parkban található játszóteret. Ott is bevontuk a környéken élőket, a környéken élők szavazhattak arról, hogy mit tartanak fontosnak, mi kerüljön a játszótérbe, illetve 2 új játszóteret fogunk idén kialakítani a Lidérc utcában, illetve a Mindszenti Bíboros téren. A tervek szerint jövőre indul majd az Írhásárok, a Boldog Teréz anyatéri és a Böszörményi úti játszótér felújítása.